9 jazzin lapszemlézünk egyet. Portfolio.hu-val indítottam, ott Bot Péter <coughs> írása, olvasottom a reggel, hol a helye Magyarországnak. És próbálja azokat az ellenmondásokat valahol, már ah, nem akar ő feloldani, csak így kisimítani, hogy főleg a nemzetközi véleményeket, hogy egy külső szemlélő Szemszögéből vizsgálva a dolgokat, amelyeket nem torzítanak be a politikai szempontok. Uh, ugye ebben itt vannak olyan vélemények, amelyek Argentina után Magyarországot nevezi az egyik banki jellemzés a legsebezhetőbbnek. Ugyanakkor ugye uh, még hitelkockázati felértékelést is láthattunk az idén. Tehát ezt a vegyes, megötélő igen, igen, el elképesztő igen, össze Ugye nagyon fontos, mert beszélünk is róla, hogy itt az, elm az elmúlt hetekben ismét a feltörekvők kockázata az nagy mértékben nőtt. Szóval ez tény kérdés, ez látszik a kockávati felárakban, látszik a feltörekvő devizáknak az alult teljesítésében, de eléggé kézenfekvő példa a a tegnapi történelmi mélypontja, 370 fölött voltunk. majd Kolba Májkival erről is beszélünk, de hogy ez úgy jött létre, hogy tényleg vannak elemzések, amelyek szerint ismét Magyarország lehet a leggyengébb láncszem, és nagyon egyszerű melléteni a magyarázatot majdnem ugyanaz történik, mint 2008, nyilván nem, de hogy könnyű összehasonlítani, olyan durván elszáll az államadóság, olyan durva választási kiköltekezés van, hogy itt uh, sok év költségvetési szigorú fontos. után most szépen uh, kiürítik a, a kasszát pont, amikor Igen, egy eléggé válságos időszak ban vagyunk, de ez se egyértelmű, mert teljesen más helyzetben van most, és teljesen más jellegű ez a mostani válság is, de hát könnyű erre a következtetésre jutni, és ezzel szemben pedig vannak egészen elképesztően pozitív vélemények egy másik befektetési banktól. Egy érdekes helyzet, igen. Uh, úgyhogy a Portfolio.hu-n lehet ezt elolvasni. Az emfor.hún pedig király Béla bemutatja az inflációt. És annak eredetét, és az, hogy hogy jutottunk ide, mert azért ez nem egy csapásra ütötte fel a fejét, tehát azért már itt évek óta, hát nem, hogy mondogatták, de még sokan csodálkoztak, és közgazdászok vizsgálták, hogy egy, egy ilyen irgalmatlan pénzöntés, ami a jegybankok, a nagyok, kicsik, mindenki részéről megfigyelhető volt a gazdaságban, monetáris oldalról, és hogy, hogy nem csinál hogy nem gerje ezt inflációt. És akkor voltak erre elméletek, de hát most beérett a helyzet, hogy nagyjából ezt a, ezt a folyamatot írja le ez a cikk az Enfor.hu-n. Uh -huh. Néhány kérdés fölmerült bennem, mikor láttam, illetve olvastam, hogy köznevelés államtitkár mit mondott a, a Hír tv oltási kampány mikor indul legközelebb, mármint a fiatalok Aha. körében, akkor, hogyha elkezdik oltani az 5-12 éveseket. Mikor kezdik el őket oltani? Akkor, hogyha megkapja az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét a Pfizer arra, hogy a gyerekeket is, tehát az 5 és 12 év közöttieket oltsák. Ez eddig világos, azon már hetek óta gondolkodom, hogy miért kell megvárni ezt annyira. Tehát ha, ha konzekvensek akarunk lenni, és mondjuk azt látjuk, hogy már egy csomó helyen jóvá hagyták, oltanak vele, de nem himi humi helyeken, mm -hmm. hanem mondjuk Amerikában vagy Izraelben, ahol rengeteg tapasztalat van már, akkor már nagyon-nagyon oltáspárti nagyon-nagyon nyomja. Tavasszal, meg, meg, meg bevizsgálatlanul simán adták az időseknek, akkor egy mozdulatból tartana, nem kellene kötelesek megvárni most az európai viszonylag lassan mozgó hivatalnak is. A... Tehát ha csak a logikai láncot végvezem, akkor simán, ahogy szóltak tavasszal, hogy tessék jóvá hagyni az időseknek, mert már oltottak fel a néhány millió embert a világban, de, de amúgy semmit nem tudunk, a, és még nem jöttek ki kutatás eredmények sem. Hát simán a gyerekeknek egy bevizsgált, működő, világszerte megbízható gyógyszerügynökség által már jóvá dolgot miért nem lehetett. Mindenesetre a kérdés, aminek fölmerült bennem, az meg a németeknek a bejelentése kapcsán, illetve amit mondott az államtitkár, hogy mennyi idő lesz, mire eljut hozzánk a Pfizer-nek ez a vakcinája, illetve, mert ugye a német hírben az volt, hogy egyrészt a hét a kitvittelte az Európai Gyógyszerügynökség, hogy most a hétnek a második felében már várható döntés, ez jó, de utána a németek mondták, hogy ők nagyon-nagyon sietnek, és pár hét után már is kezdhetik a gyerekeknek az oltását, mert hogy ez egy harmad adag, itt már jóval kisebb dózis kapnak a Pfizerből, és azt nem lehet a meglevő felnőtt adagot szétszeregetni, hanem az Igen. külön ampulában van, és annak van egy logisztikai ideje. Ez érdekelne engem, ha olyan kedves kolléga, aki jár kormányinfóra, akkor föltetni ezt a kérdést, hogy egyáltalán. Nagyon ritkán válaszolnak értelmes kérdésekre és fontos kérdésekre, de, de hát ha szóval kíváncsi lennék, hogy ha ez valóban megszületik a héten, akkor utána hány hét múlva e, tudják elkezdeni Magyarországon is a gyerekeknek az oltást. Hát ez már a negyedik hullámon ez már nem segít, azzal már kifutottunk, mert valószínűleg ez már, egy remélhetőleg lesz ágban lesz, mire ez eljön, de majd a következő hullámokat illetően ez egy fontos kérdés lesz. 24.hu, aki nem kávéval akar gyorsítani és ébredni, az olvasgasson a Tenisz Szövetségről és arról, hogy ott milyen pénzek és hogyan mozognak adósságrendezés címszóval. Itt már 10 milliárdos nagyságrendekről van szó, szóval ugye korábban 3,5 milliárdról szóltak a hírek, aztán már 4,9 milliárdnál, de van meg nem rendezett verseny, amiért óriási összegeket kell fizetni, szóval... De, hát szóval nem is tudom, de akit ez izgat, szó szerint az 24 pont n Mi van még? Nálad semmi? Nem, 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 a többi azt szerintem nem hát olyan akkor... izgi, illetve olyan, amire majd mi is kitérünk a műsorban. Vagy olyan, amit még nem találtunk meg, de izgi lenne. Ha ilyenbe belebotlunk, természetesen, <gül> <gül> bármikor a műsorban előhozjuk és beillesztjük, úgyhogy ezt most akkor elengedhetjük. Jöjjönnek a tőzsdehírek, mert abban is volt bőven izgalom, de aztán után.